Már kora reggel 7 óra előtt hosszabb sorban várakoztak az oltásra érkezők a Szentgyörgy Kórház Hunyadi úti rendelőintézeténél. Minden nap 7 és 18 óra 30 között fogadják azokat, akik szeretnék felvenni az első, második vagy harmadik oltásukat. Délelőtt 6, délután pedig már 10 oltóhelyen kérhetik a vakcinák valamelyikét az oltakozók. Ez pedig már a Kikindai utcai kórházi oltópont, ahol reggel 7 és este 7 óra között fogadják azokat, akik szeretnék beoltatni magukat. Itt főleg azokat várják, akik előzetesen időpontot foglaltak, hogy ne kelljen hosszú sorokban várakozniuk. Nem tudjuk, hogy mennyi lesz az időpont nélküli igény. Az időpontosokat látjuk már azért, hogy ilyen 7-800 fő már bejelentkezett, aki hát elsősorban a harmadik oltásra, de nagy örömmel veszük természetesen, ha valaki elszállja magát és első oltásra jön. Mindenféle, ami elérhető Magyarországon, tehát a Sputnik kivételével mindegyik vakcina oltásra kerül egész héten. Az oltási akció héten sokan már a harmadik vakcina felvételéért jelentkeztek. Mint mondják, a negyedik hullámban ez az, ami a biztonságot jelenti. Most kapom a harmadikat. Most kapom a harmadikat, és 75 éves vagyok, aztán muszáj megcsinálni, a biztonság. Én oltáspárti vagyok, minden oltásom megvan, úgyhogy én alapból gondoltam, hogy kell nekem, ez már a harmadik. Nem csak Székesfehérváron, hanem Dunaújvárosban, Sárbogárdon, Móron, Enyingen, Bicskén vagy Velencén a rendelőintézetekben is várják azokat, akik szeretnék az oltási akció héten beoltatni magukat. Kérik, hogy az első és a harmadik oltáshoz szükséges beleegyező nyilatkozatot kitöltve vigyék magukkal az oltásra érkezők az oltópontok valamelyikére.